Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Alapkőletétel újabb szakaszához érkezett az ipari park fejlesztése Bonyhádon. Év szekszárdi tűzoltója díj, folyamatos az együttműködés az önkormányzat és a helyi parancsnokság között. Eszi a bevallás, szerdán jár le a határidő. Szívférgesség, szúnyogok terjesztik a kutyákra halálos betegséget. Letették az alapkövét a Bonyhádi Ipari Park következő fejlesztésének. A 3,5 hektáros területen a tervek szerint 4 üzemcsarnok épül, valamint elkészül a terület infrastrukturális fejlesztése is. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Bonyhád és környéke Tolna megye egyik legdinamikusabban fejlődő része. Ez a pillanat jelenti a Bonyhádi Ipari Park életének következő szakaszát. Az év végére megépül a 4 új csarnokot és a 3,5 hektár területet magába foglaló ipari terület a szükséges úthálózattal és infrastruktúrával. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Bonyhád a megye egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, amiben jelentős szerepen van a helyi önkormányzat vállalkozásbarát szemléletének is. Az önkormányzatoknak, gazdasági szerepvállalóknak is kell lenni azért, hogy példát mutassanak, és előre menve ők húzzák a többi vállalkozást is. Az ipari park részben a területfejlesztési operatív program 480 millió forintos forrásából épül. Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, ez a beruházás jól példázza a TOP vidékfejlesztését szolgáló erejét. Ha most ezt az ipari park bővítést nézzük, akkor azt látjuk, hogy ha ehhez hasonló beruházások történnek, ez mindenképpen Bonyhádnak az adó bevételek és más kapcsán több évre meghatározza a további fejlesztést. Filóni Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere azt emelte ki, hosszú évek óta tartó összefogás, közös gondolkodás eredménye, hogy hosszú távra ismét gazdasági növekedési pálya várhat a völgységi városra. Egy önkormányzatnak, aki felelősen és tudatosan építkezik és gondolkodik, annak nem elég, persze elengedhetetlen, hogy minden egyes külső forrást megpróbálni demonzani a városba, és elnyerni egy-egy támogatást, hogy azzal is gyarapodjon, gazdagodjon a települése, jelen esetben a mi városunk Bonyhád, de az önkormányzatnak valamennyire a saját lábán is jó lenne, ha minél stabilabban meg tudna állni, és ez a projekt, ez erre is kiváló példa, hogy ez a cél is itt tud erősödni. A beruházás teljes költsége meghaladja a 800 millió forintot. Az elnyert TOP forrás mellé a fennmaradó összeget az ipari parkban működő cégek és a város gazdasági társaságának saját ereje biztosította. A rendőrök szabadítottak ki egy bántalmazott nőt a saját élettársa mellől Szekszárdon. Amikor a párházához értek, azonnal meghallották a nő kétségbeesett segélykiáltásait. A járőrök a lakásban elfogtak egy 33 éves férfit, aki az intézkedés során is folyamatosan agresszíven viselkedett. A férfit előállították a rendőrségre, ahol gyanúsítottként hallgatták ki könnyű testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt. Átadták az év szekszárdi tűzoltója díjat. Az elismerést idén Győri Lajos, a szekszárdi hivatásos tűzoltóság parancsnoka vehette át. Árs Rezső, a város polgármestere azt mondja, az önkormányzat és a helyi parancsnokság között folyamatos az együttműködés. Hamarosan például felújítják a szekszárdi tűzoltó laktanyát. Az év szekszárdi tűzoltója díjat veszi át Győri Lajos Ács Rezsőtől, a város polgármesterétől. Győri Lajos 30 éve szolgált tűzoltóként, 1990-ben vonulós sofőrként kezdte, 2017 óta pedig a szekszárdi hivatásos tűzoltóság parancsnoka. Szeretném megköszönni mindazok személyeknek, akik erre a nemes kitüntetésre javasoltak, és elsősorban szeretném mindazon személyeknek megköszönni
akik a pályafutásom alatt segítették a munkámat, mert igazából ez nem egy ember érdeme, a tűzoltói testületnél nem egy ember vívja ki a sikert, hanem ez egy csapatmunka. Az év szekszárdi tűzoltója díjat minden évben átadják a városban. A díjazott személyére a hivatásos tűzoltók tesznek javaslatot a város polgármesterének. Ács Rezső azt mondja, az önkormányzat és a helyi tűzoltóság között az elmúlt évek alatt jó kapcsolat és folyamatos együttműködés alakult ki. A következő nagy projektünk lesz a laktanyának a felújítása, közösen a tűzoltósággal pályázati pénzből, városi pénzből. Az állam pedig a technikai fejlesztéseket folyamatosan biztosítja. Tehát minden együtt áll ahhoz, hogy a szekszárdiak nyugodtan hajtsák álomra a fejüket, és biztosak legyenek abban, hogy minden megtettünk annak érdekében, hogy ha ne találtam valami baj történik, akkor felkészültek, legyünk rá. Szekszárdon nem csak a tűzoltók szolgálatát ismeri el, minden évben a város önkormányzata. Május első hetében az év szekszárdi rendőre díjakat is átadták. Azt az elismerést idén ketten vehették át Ács Rezső polgármestertől. Továbbra is érvényes az a szabály, hogy valamennyi egészségügyi ellátás csak előzetes, telefonon történő bejelentkezés után vehető igénybe. Erről az országos tiszti főorvos beszélt kedden. Müller Cecília azt mondta, hogy a hétfői egészségügyi nyitás az új egészségügyi szolgáltatások elindulásával néhány intézményben ismét tumultus alakult ki. Ezt megelőzendő van szüksége a telefonos bejelentkezésekre. Május 20-án szerdán jár le a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. Az adóhatóság által készített tervezet automatikusan elfogadott lesz akkor is, ha nem stimmel, de nem javítottuk ki. Vannak azonban kivételek, olyan adózók, akiknek mindenképp hozzá kell ehhez nyúlniuk, ellenkező esetben nem lesz adóbevallásuk. A NAV egyébként ingyenesen hívható telefonszámmal, online oktató videóval és hosszabb ügyfélfogadással segíti az adózókat. Az utcán állt a sor a Nemzeti Adó és Vámhivatal szekszárdi ügyfélszolgálata előtt. Mintegy 10 vártak arra, hogy bemehessenek elintézni adóügyüket. Csak annyi ügyfél tartózkodhat bent, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva áll. Sokan az utolsó pillanatra hagyták az adóbevallásuk leadását, kiegészítését. Ez azonban nem róható fel a számukra, mivel a koronavírus járvány miatt március közepétől május elejéig rövidebb nyitvatartással működtek az ügyfélszolgálatok online időpontfoglalással. Ebben történt most változás, a maszk viselése azonban továbbra is kötelező az ügyfelek számára is. Május 11-től május 20-áig 8 óra 30 perctől 16 óráig vagyunk nyitva, tehát Szekszárdon a központi ügyfélszolgálaton. Viszont fontos, hogy a NAV ügyfélfogadás a kormányablakokban már március 19-től szünetel átmenetileg a járványhelyzet miatt. Ez ugye Tolna megyében Paksot, Tolnát, Tamásit és Bonyhádot érinti. A dombovári kirendeltségünk az május 11-től hétfőn, szerdán és csütörtökön 8-tól délig tart nyitva. Az adóhatóság weboldalán elérhető egy oktató videó, de a 18-19-es ingyenesen hívható számon, valamint személyesen az ügyfélszolgálaton is lehet segítséget kérni a bevallás elkészítéséhez. Az ügyfélszolgálat elé kihelyezett gyűjtőládába pedig le lehet adni a kész adóbevallásokat. Erre már nincs túl sok idő, hiszen május 20-án jár le a személyi jövedelem adó bevallásának határideje. Az adóhatóság által készített tervezet automatikusan elfogadottá válik akkor is, ha nem stimmel, de nem javítottuk ki. Vannak azonban kivételek, az őstermelőknek, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak, kivéve akik a teljes adóévben EVA vagy KATA szerint adóztak, mindenképpen hozzá kell nyúlniuk a tervezetükhöz. Ez számukra csak egy ajánlat, ami segíti a bevallás kitöltését. Nekik viszont a tervezetüket mindenképpen ki kell egészíteniük a tavalyi vállalkozói jövedelmükkel, őstermelésből származó jövedelmükkel, illetve önálló tevékenységből származó jövedelmeikkel, és a fizetési kötelezettségeikkel. Tehát ott nagyon fontos ennek a körnek, hogyha nem tesz semmit, nem lesz május 20-án bevallása. Az adóhatóság több mint 5 millió személyi jövedelem adó bevallási tervezetet készített el idén. Május elejéig több mint 1 millióan juttatták el bevallásokat a NAV-hoz. A tervek szerint pár héten belül nyitják Faddomboriban a szabad strandokat. Bár fürdeni most sem tilos a területen, a különböző szolgáltatásokat csak június 15-től lehet igénybe venni. Ma még üres a Faddombori szabad strand, de a korlátozások visszavonásának köszönhetően hamarosan újra megtelhet élettel. Az elmúlt években több fejlesztés is történt a területen, a játszótereket és a vizes blokkokat is felújították.
Tavaly is szép számban vették igénybe, mert jó idő volt, szép számmal vették igénybe ezt a szolgáltatásunkat, és az idén is arra számítok, hogy sokan lesznek. Több nyaraló tulajdonos is úgy döntött, hogy inkább Domboriban vészeli át azt az időszakot, amit a járványhelyzet hozott magával. A polgármester azt mondta, hogy nincs ezzel semmi gond, hiszen szerinte is könnyebb itt, mint egy negyedik emeleti lakásban. Egy nagyon kellemes időtöltés ott sétálgatni és fürödni. Hát nyilván, ha jó idő lesz, akkor nem fogunk a vízből kizavarni senkit. Tehát ha június elején már nagyon jó idő van, akkor biztosan fürödni fognak, de hát mi a strandszolgálat felállítását az június 15-től a szokásos időpontba tervezzük. Az idei évben egy új projektet is megvalósítanak. A kajakpálya tornyánál egy új lelátó épül. A tervek szerint a júniusi nyitásra el is készül. 9-től 5 óráig biztosítjuk a strandőri szolgálatot, illetve a nyilvános illemhelyek reggel 8-tól este 7 óráig nyitva lesznek. A nyitvatartási időn kívül is látogathatóak a strandok, de az említett szolgáltatások akkor nem elérhetők. A vendéglátóhelyek korlátozását is enyhítette a kormány, így a tervek szerint ők is kinyithatnak. Pár évvel ezelőtt még egzotikus betegségként tartották számon a ma már hazánkban is sűrűn előforduló szívférgességet. A leginkább kutyákra veszélyes betegség esetszáma az elmúlt években jelentősen megnőtt. A klímaváltozás miatti felmelegedés olyan szúnyogfajtákat hozott hazánkba, amiket eddig jellemzően csak nyugaton és a Balkánon ismertek. Ezek okozzák a szívférgességet. Az 1990-ben megjelent helmintológia is jelenleg is azt hiszem hat teljes helmintológia tankönyvben úgy szerepel még a betegség, hogy hazánkban nem jellemző, Észak-Olaszországban és a déli régióban, a Balkán déli államaiban előfordul. Az elmúlt év őszén Praxis Management konferencián elhangzott előadás alapján pedig tények támasztják elő, hogy Magyarország mind a 19 megyében leírták már a fertőzés jelenlétét. A klímaváltozás közegészségügyi és állategészségügyi következményekkel is jár, ugyanis több olyan kórokozó és betegség jelent meg hazánkban, amit eddig egzotikus betegségként ismertünk. Ezen betegségek közé tartozik a kertelésbe tartott házi állataink közt az úgynevezett szívférgesség, amelyet egy nagyon szép Dirofilaria imitis nevezetű fonálféregfaj okoz. Ez gyakorlatilag amennyiben fertőz egy kutyát, akkor az élete végéig betegnek mondható. Ebből kigyógyítani őt nem lehet, hanem egy tünetmentes állapot fenntartására törekszünk, illetve arra, hogy a fertőzési láncot megszakítsuk valami úton módon kezeléssel. A 10, de akár 30 cm hosszú fonálféreg a házi állat szívének jobb felében telepszik meg és élősködik. A fertőzést olyan hazánkban is megjelenő szúnyogfajok terjesztik, amik eddig csak a horvát, bolgár, görög területeken voltak jellemzőek, ám a klímaváltozás miatt északra kezdtek terjeszkedni, ahogy az éghajlat kedvezőbbé vált számukra. Mindenféleképp az a javaslat, hogy kedvenceinket, hát meg lehet nyilván vizsgáltatni, hogy fertőzöttek-e vagy sem. Ha fertőzöttek, akkor tudomásul vesszük és folytatjuk úgy a kezelést, amennyiben nem fertőzöttnek, minősülnek, akkor viszont azonnal élethosszígtartó preventív kezelésnek kell alávetni. Kétféle megelőzési lehetőség közül is választhatnak a gazdik. Az egyik bőrre cseppentve jut be a kutya szervezetébe, a másik szájon át adagolható, akár jutalomfalatnak álcázva. Ezek biztosítják a kutyák védelmét a vérszívók által terjesztett fertőzések ellen. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Továbbra sem találják a pécsi bankrablót, videófelvételt tett közzé a rendőrség. Technológiai fejlesztés, bérek, anyagi támogatásra pályázhatnak a vállalkozások. Éledezik a Balaton, a belföldi turizmusban bíznak a tóparti vendéglátók. Higgadt, nyugodt, intelligens férfi a pécsi bankrabló, ez derül ki az eddigi nyomozás adataiból. Azonban azt még nem tudják, hogy hol lehet az elkövető. A rendőrség most a pénzintézet belső kamerájának felvételét tette közzé. Azt kérik, hogy aki bármit tud a rablóról, jelentkezzen a rendőrség elérhetőségein. Ezt a videót tette közzé a pécsi bankrablóról a rendőrség hétfőn. A férfi május 12-én kedden délután 3:30 körül ment be fegyverrel a Komlói úti pénzintézetbe, hogy zsákmányhoz jusson. A mai napig nem találják az elkövetőt, ezért hozták nyilvánosságra a belső kamera felvételeit.
Egyértelműen egy férfit keresünk, aki körülbelül 175 cm magas, középkorú, erősebb testalkatú, és körülbelül 42-43-as cipőt hord. A férfi a rabláskor feltehetően több réteg ruhát viselt magán. A rablást követően a felsőjét valószínűleg levette, alatta pedig sötét színű ruházat volt. A rabláskor egy sötét színű műanyag keretes szemüveg is volt rajta, illetve egy szürke színű kisebb méretű hátizsák volt nála. A beszerzett adatok alapján feltételezhető, hogy a férfi egy nyugodt, higgadt temperamentumú, kommunikatív, intelligens ember lehet. Aki jó helyismerettel rendelkezik. A rendőrség vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy a férfi esetleg súlyos betegségben szenvedhet, amely azonban mozgásában nem akadályozza. Azt azonban biztosan tudják, hogy a rablást megelőzően délután 3 óra körül a férfi a Balassa Bálint és a Búzavirág utca kereszteződésében a felvételen látható öltözetben várakozott. Kérik, aki akkor arra járt, jelentkezzen a rendőrségen. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kiépítése, infrastrukturális bővítések. Többek között ilyen lehetőségekre is pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozások. Országosan 50 milliárd forintnyi visszatérítendő támogatás áll rendelkezésre, mely a gazdaságvédelmi akcióterv része. 50 milliárd forintra pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozások, jelentette be Rákosi Balázs, Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. Ez a támogatás a gazdaságvédelmi akcióterv része. A program kialakításában a pécsi baranyai vállalkozások is szerepet játszottak. A helyi iparkamara ugyanis több céggel is egyeztetett, mely alapján szakmai javaslatot állítottak össze. Ezek közül számos részlet be is került a pályázatba, tudtuk meg az iparkamara pályázati vezetőjétől. Sörös Dávid elmondta, május 29-től lehet pályázni új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek kialakítására. A vállalkozások 5 és 153,5 millió forint között igényelhetnek támogatást, melynek maximális mértéke az elszámolható költség 70%-a. Ehhez azonban több feltételt is teljesíteni kell. Legalább egy lezárt üzletével rendelkezzen a pályázó, és 2020 április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő legyen a statisztikai, átlagos statisztikai állományi létszáma. A pályázat ideje alatt 90%-os munkaerő megtartási kötelezettség áll fenn, neki ezt 18 hónapig kell tartani plusz egy évig. A munkaerő megtartási kötelezettség a teljes állományi létszámra vonatkozik. Most azonban arra is lehet pályázni, hogy a csökkentett számban dolgozó munkavállalók bérét kifizessék. Eszerint 9 főig dolgozónként 1,5 millió forint, a 10. főtől a 49. főig 1 millió, az 50. főtől a 249. főig pedig 1,5 millió forint támogatást lehet igényelni. Mint a Baranya megyei Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatójától megtudtuk, vidéken, azaz Pest megyén kívül 33,3 milliárd forintos GINOP forrás áll rendelkezésre. Pól Marietta elmondta, a központ minden érdeklődő vállalkozónak nyújt segítséget. A Vállalkozói Központ kollégiái szívesen állnak rendelkezésre, bármilyen kérdésük, kérésük van. Először fognak kapni tőlünk egy igényfelmérő lapot, azon keresztül felmérjük az adott vállalkozásnak a fejlesztési elképzeléseit, igényeit, és ezután már speciálisan az az adott szakterületnek a kollégája fogja ő keresni, aki ezzel foglalkozik. A felhívás újszerű, hiszen feltételesen visszatérítendő támogatásról van szó. Ez azt jelenti, hogy a program lejárta után a pályázó teljesítményét összevetik a beadáskori állapottal. Ennek alapján állapítják meg, mekkora arányban kell visszafizetni a pályázatban elnyert összeget. A számításoktól függ tehát, hogy a pályázó részleges vagy akár teljes felmentést kaphat az előzetesen kiutalt támogatás visszafizetése alól. Éledezik a Balaton környéke, a vendéglátóhelyek felkészültek a szezonra. Hogy milyen lesz a nyári forgalom, azt még megjósolni sem lehet, de abban bíznak, hogy a megnövekvő belföldi turizmus segíti majd az ágazatot. A szobákat takarítják, az ágyakat teszik rendbe ezen a Balaton lellei szálláshelyen. A korlátozások enyhítése révén hétfőtől már érkezhetnek ide is a vendégek. Májusban még főként a hétvégékre foglalnak inkább szobát, de mint az ügyvezető elmondta, már megkezdődtek a nyári és az őszi foglalások is. 2 hónap után végre egy picit elkezdett pezsegni az élet, jönnek a foglalások, érdeklődnek a vendégek. Hétfőtől mi sok szeretettel várunk mindenkit, aki egy kicsit szeretne üdülni, jönni a Balatonhoz.
Kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniára, beszereztünk olyan gépeket, amik minden vendégtávozása után tudják a szobát fertőtleníteni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél biztonságosabb körülményeket tudjunk az itt tartózkodóknak biztosítani. Csülkös pacal, petrezselymes burgonyával, káposztasalátával. Várták már a vendégeket ebben a balatonföldvári csártában is. Itt is több óvintézkedést vezettek be. Fertőtlenítőszereket helyeztek el a teraszon, s fertőtlenítik például az étlapokat, a székeket és a só- és borsszórókat is. A felszolgálók pedig maszkban dolgoznak. A tulajdonos úgy véli, az emberek most még elővigyázatosabbak, de a nyár második felére nőhet a forgalom a Balatonnál. Úgy gondolom, hogy a május-június még óvatos lesz, és július-augusztusban is. Ugyan az óvintézkedésekre meg mindenre oda kell figyelni, mert azért ez velünk fog élni egy darabig. Nem véletlenül maradtak ennyien otthon, megtartották be a szabályokat, és tudtuk tartani ilyen szinten ezt a dolgot. Balatonbogláron a távolságtartásra figyelve megteltek a part közeli éttermek, kávézók teraszai szombaton. A vendégek örültek, hogy a több heti bezártság után kimozdulhattak. Elsősorban a gyerekek számára jelent ez egy nagy változást. A játszóterek le voltak zárva nagyon sokáig, és ez nagyon megnehezítette itt a családi életet. Úgyhogy most, hogy már a játszóterek sincsenek lezárva, sőt a Balatonpart sem, így a gyerekek, illetőleg a család is sokkal kellemesebben el tudjuk tölteni a szabadidőt. Könnyebben telnek a napok még így, hogy a gyerekek óvi nélkül ugye itthon vannak. Egy közelmúltban megjelent kormányrendelet értelmében szeptemberig mentesítik a vendéglátó egységeket a közterület használati díj alól. Vagyis az éttermeknek, kávézóknak, cukrászdáknak, büféknek nem kell fizetniük a terasz után az önkormányzatoknak, akiknek máshonnét kell majd pótolni a kieső forrást. Hétfő óta minden kaposvári óvoda ügyeleti rendszerben működik. Csoportonként 4-5 gyereket lehet foglalkoztatni, és a higiéniás szabályokat még jobban be kell tartani. A Bajcsi-Zsilinszky utcai központi óvodában játszanak a kicsik délelőtt. Hétfőtől ebben az intézményben is ügyeletet tartanak. Csak azokat a kisgyerekeket tudjuk fogadni, ahol mind a két szülő munkáltató igazolást hoz arról, hogy dolgozik, illetve egyedülálló esetében természetesen az egy szülő, illetve nyilatkozni kell a szülőnek arról, hogy a kisgyermek nem fertőző beteg és gyermekközösségbe hozható. Az intézmény vezetője azt mondja, nagyon nagy igény lenne a szülők részéről arra, hogy ismét óvodába vihessék a gyerekeket, jelenleg azonban mérlegelni kell, hogy melyik családtól tudják fogadni a kicsiket. Mindegyik óvodánk ügyeleti rendszerben működik. Eddig a 4 óvodánkból 1 volt ügyeletes. A szülők nyilván nagyon várták, hogy több gyerek jöhessen óvodába, hiszen elfogytak már a szabadságok. Nekünk az igényeket kellett a lehetőségekhez hangolni, ami tulajdonképpen nem volt könnyű feladat eddig sem. Az új nyitással új szabályokat is ki kellett alakítani. A gyerekek például többet mosnak kezet, és kézfertőtlenítőt is használnak, de a csoport létszámot is korlátozni kellett. Egy-egy csoportban maximum 5 gyereket tudunk fogadni egyelőre. Lassan be fognak telni ezek a csoportlétszámok, úgyhogy mi várjuk majd a kormányrendelet módosítását, és gondolom a szülők is várják. Ez már a Balatonföldvári meseváróvoda. Itt is odafigyelnek arra, hogy minél többet tartózkodjanak a gyerekek a levegőn. Az intézményben jelenleg 20 kicsiről gondoskodnak. Többen igényelték az óvodai felügyeletet, ezt próbáljuk most megoldani a mindennapokban. 5 fő per csoport, melyet fogadni tudunk gyereklétszámban. Reméljük, hogy tudjuk tartani, bár nem sokáig, hiszen a szülők igénye most már elég nagy az óvodát illetően. Az óvodavezetők és a szülők is azt remélik, hogy hamarosan ugyanúgy járhatnak majd a gyerekek az óviba, mint a vírus előtt. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit. Alapkőletétel újabb szakaszához érkezett az ipari park fejlesztése Bonyhádon. Év szekszárdi tűzoltója díj, folyamatos az együttműködés az önkormányzat és a helyi parancsnokság között. Eszi a bevallás, szerdán jár le a határidő. Szívférgesség, szúnyogok terjesztik a kutyákra halálos betegséget.
Szerdán hideg front alakítja az időjárást, élénk, erős, néha viharos lökésekkel kísért széllel, néhány fokos lehűléssel. Döntően borult lesz az ég, és számítani kell esőre is. Éjszaka megszűnik a felhőzet, csillagfényes időre számíthatunk, csapadék nélkül. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!